Sziasztok! Cserte Szandra vagyok, üdv a Kívülbelül Boldogság YouTube csatornáján. És hát, mint láthatjátok a mai videóban, első osztályos felkészülés haul videó lesz. Szóval bevásároltam a kisfiammal, aki most kezdi az elsőt. Átmenjünk egy listán, hogy mit kell az első osztályra nekünk személy szerint, amit a tanítónéni összerakott listát összeszedni, ezt hogyan érdemes a táskába rakni, és mire kell figyelni. Ez a lista természetesen osztályonként, iskolánként eltérő, de jó kiindulási pont, hogy mire kell figyelni. Mint láthatjátok, nálunk az űr most a fő dolog, ami mentén haladtunk. Ez lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz. Mi most ezt választottuk, és ezzel a tematikával kezdjük az évet. Azonban a füzeteknél fontos volt, amit a tanítónéni is mondott, hogy ne minden ugyanolyan legyen, ne minden ugyanolyan minta, hanem lehetőleg különböző változatú legyen, hiszen majd az iskolában, a tancuccoknál is, tehát a tankönyveknél is azt fogja mondani a tanítónéni, hogy elő kell venni a macskás könyvet, vagy pedig ezt, azt, amaszt. Sokan, akik elsőbe mennek, nem tudnak még írni, olvasni. Nálunk a kisfiam már elkezdett írni, olvasni, tehát nálunk alapvetően nem probléma, hogy el kell tudni olvasni ezeket, de neki is egyszerűbb lesz, hogyha azt tudja, vagy azt jegyzi meg, hogy a kiskutyás füzet az a bizonyos füzet. Tehát mi választottunk, minden füzet különböző mintát kapott, de természetesen ezeket választottuk ki legelőször. Nem csak az van, hogy na akkor kockás füzet úsgyi, hanem le van írva, hogy vonalas füzetből 3 darab kell 14-32 számú, 1 darab üzenő ebből, lecke füzet kell, négyzethálósból 2 darab a 27-32-esből, a simából 2 darab kicsi kell 20-32-es, van egy hangjegy füzet, amiből a 26-32-es kellett volna, azt nem tudtam beszerezni jelenleg, van egy-egy darab vonalas és négyzethálós füzetet, amit beszed majd mindenkitől az osztályfőnök, és ezek a füzetek. Tehát itt ezeket kiválasztottuk, és összeraktuk. Ezt ugye nem kérte az osztályfőnök, ezt ki is nyitom most, de én úgy gondoltam, hogy mivel a kisfiam elsőben még nem feltétlenül lesz alkalmas arra, hogy figyeljen arra, hogy a füzetei hogy néznek ki, ezért vettem neki ezt a kemény topot. Én úgy gondolom, hogy ebbe képes lesz remélhetőleg visszarakni a kis füzeteket, amiket haza kell hoznia, be is fér az iskolatáskájába, és így nem lesz szamárfüles, még annak ellenére sem, hogy vettem a bújtatós füzetborítót, ami átlátszó. És itt konkrétan mondta a tanítónéni, hogy azért érdemes átlátszókat választani, mert akkor tudja majd mondani azt, hogy a macskás füzet, vagy macskás könyvet vegye elő, és a gyerek nem csak a kis vinyettáról etikettről fogja tudni, hogy melyik füzet az, hanem meg tudja így jegyezni, hogy nálunk például a názás füzet, az lesz a matek füzete. Természetesen voltak olyan kis apróságok, amik megtettettek nekünk, és én például majd ezt szerintem saját kis ötlet füzetnek fogom hívni, amit megvettem, és nem volt a listán, de ez nagyon minimális volt. Alapvetően mindent a lista szerint állítottunk össze. Nálunk azt mondták, hogy teljesen mindegy, hogy milyen fajta toltartót választunk az elsős gyereknek. Alapvetően jó persze olyat érdemes választani, amivel vissza tudja rakni, tehát még nem csak ezt a bedobálós dolgot. És ez a toltartó például előre érkezett megfelelő ceruzával és kis extra kis kiegészítőkkel. Megnézzük, hogy ezek hogy fognak, de alapvetően márka szempontjából a tanítónéni a
Faber-Castellt mondta, és a Stabilót. Majd Tebesok Csillával fogunk csinálni egy olyan videót, amiben pont erről a hulladékmentes sulikezdésről fogunk beszélni, hogy konkrétan így lehetett venni ceruzákat, és természetesen el lehetett volna mennem nekem külön kis papírószerbe, ahol alapvetően lehet, hogy nem kis ilyen zacsiban kapnák ki az is az a ceruzákat, és kettesbe becsomagolni, de iszonyatosan megterhelő volt ezeket mind beszerezni, költözés és minden mellett, mint anya. Úgyhogy én most bűnös vagyok ilyen szempontból, és ezzel jelenleg nem foglalkoztam, hogy minél zero waste-ebben vásároljam be ezeket a dolgokat. És majd reflektál erre Csilla egy a másik videóban, úgyhogy azt is nézzétek meg. Az osztályfőnök azt mondta, hogy ha csak annyit mond, hogy vegyünk színes ceruzákat, akkor minden szülő büdzsének megfelelően kiválaszt ceruzákat. Nem kötelező, nem fogja kivágni a gyerekeket, remélhetőleg, hogyha valaki nem ezeket a fajta márkákat választja, vagy ezeket a fajta dolgokat, amiket ő javasolt, de az X éves tanítása alatt azt tapasztalta, hogyha nem egy olyan minőségű festéket választunk, ami tényleg tapasztalat alapján jól fog, és tud úgy vele bánni a gyerek, akkor lehet, hogy nem lesz akkora sikerélménye pont emiatt, mert az ő festéke nem fog úgy, nem azt az árnyalatot fogja adni. És ez lehet az ecset, a toll, természetesen a gyerek, ezt már csak én teszem hozzá, a gyerek extra tehetsége, vagy tehetségtelensége, vagy akarata is, szerintem, de ezt csak én mondom, de ebben nem gondoltam volna bele, hogy ez is közrejátszik, és természetesen mi felnőttek is megvan az a kedvenc tollunk, az a kedvenc ceruzánk, és én tudom, hogy egy golyós tollal sokkal rondábban írok, mint egy zselés tollal. Szóval, hogyha a büdzséd nem fér bele, akkor természetesen az egy más dolog, de a tanítónéni javasolta ezt a két márkákat ezekre a dolgokra, a zsírkrétákra, a festékre és a színes ceruzákra, meg ezekre a csodálatos kis ceruzákra és egyéb dolgokra. Szóval visszatérve a második pontra, Graphit HB 3 darab, és Faber-Castell és Stabilo. És megnézzük, hogy mekkora sikerélménye lesz a gyereknek az Arsonával írni, vagy pedig a Stabilo ceruzákkal. Természetesen nem csak ez a két fajta márka van, de ez egy fontos tipp volt, és úgy gondoltam, hogy jó megosztani veletek. De ha van olyan tapasztalatotok, hogy melyik fajta, vagy melyik márka az, ami kifejezetten jó, vagy kifejezetten rossz, akkor kérlek írjátok meg kommentbe, mert mi most tanulunk, és most tapasztaljuk meg, hogy mi a helyzet. Pálcika, 3 darab dobókocka, és van ez a számoló rúd, ezt valahol olvastam, hogy kell. A logikai készletet egy picit zárható műanyag dobozba borítsák bele a logikai készletet. Színes rúd készlet is dobozba kerüljön. Aztán rajz és technika. Olló, stiftes és folyékony ragasztó, de nem tubusos. Cellux lehet tépővel. Színes gyurma. Gyurmát, ezt az ikót választottam, ez volt olyan árértékarányban is, meg állagra is talán a legjobb. Igen, ugye színes ceruzát azt már ide kellett volna tennem. Zsírkréta. Igen, 12-es vízfesték, ecsetek, 3 darab, kicsi, közepes, vastag, ecsettál. Hát ezért nem tudom, mennyit adtam ki. Lehet, hogy ha egy valamit összekukázok itthonról, azt is bevihette volna. Meglepődtem, hogy ez mint ecsettál, ez itt létezik. És a kisfiam választotta ki, hogy narancsárga, és mennyire boldog volt tőle. Úgyhogy itt vannak a kis ecsetek, kicsi, közepes, nagy. Ugye ezen nagy része, főleg ugye az első miatt, ez majd bemegy az iskolába, és kb. Haza se fogja hozni. Zsírkréta, és ez szerintem ki is bontjuk.
ezeket szerintem haza se fogja hozni, úgyhogy maga az iskolatáskába viszonylag kevés dolog lesz. Aztán a tempera, ebből nem mondom, nem hatos tempera kellett, úgyhogy azt is ide raktam, és akkor ez az Ico volt, mert nem találtam igazából más márkát. Az örökös kérdés, itt az ollónál még volt egy olyan, hogy szülőin körbeadták, hogy milyen fajta olló, ami jó, és minél hegyesebb, annál jobb. És mivel ez volt a leghegyesebb, amit találtam hirtelen, lehet amúgy, hogy ez végül nem lesz jó, majd megtudjuk szerintem az első két hétben. Lehet, hogy újat kell majd vásárolnom, mert elfelejtettem, hogy mi volt az, amit megmutattak, de reméljük, hogy ez jó lesz. Vettünk etikettet is, ezt most egyelőre nem bontom ki, mert majd felcímkézzük, hogy milyen óra lesz, hogyha meg lesznek a tanórák. Ez is természetesen űrhajós. Az írólap az famentes, ilyet kért, úgyhogy ez is Ico márka, körülbelül ezek voltak. Ez is egy olyan impulzus vásárlás volt, amit csak úgy vettünk, mert szeret matricázni a gyerek. Haladhatunk tovább, törlő rongy, azt majd valahonnan itthonról szerzünk. Sírkét a filctollag, 40 darab rajzlap, famentes. Famentes lap. Itt amúgy az Ocean-t is javasolta a tanító néni, de oda most nem jutottam el, úgyhogy megvettem a papírírószerbe. Egy-egy csomag fénymásoló papír, fehér és színes, azok már megvannak. Amit még mondott a tanító néni, hogy ez a Mala, ez egy nagyon jó filctoll készlet, úgyhogy berongyoltunk és vettünk külön malát, mert azt mondta, hogy ezzel nagyon szépen fog, és vettünk még ilyen csodálatos színes papírokat is, hogy biztos minden meglegyen. Igen, a ragasztóknál ugye itt is fontos volt, hogy ne tubusos nyomós legyen. Ezeket mondta, mindenen átmentünk, úgyhogy ezeket becsületesen megvásároltuk. Ez ugye nem volt felírva, de hogyha később lesz bérlete, akkor ebbe be tudja rakni. És igen, fiú, és ezt választotta, mert színes, mert funky, úgyhogy soha nem választottam volna ezt neki, de ő ezt a színt választotta, úgyhogy ezért is jó, hogy ott volt velem. Cellux és tartó. Ezt a kis radírt választotta. Hát nem fogtok meglepődni, a tornazsák is űrállomásos. Nálunk most ez van. Annyit mondott még, hogy a táskánál inkább olyan legyen, amit felvesznek és cipelnek, mert alapvetően nem feltétlenül lesz sok mozgás, és kevésbé javasolta ezt a görgős, húzós táskát. Arra már nagyon emlékszem, hogy miért, de nem javasolta, inkább a hagyományos, gurulásmentes táskát javasolta a tanítónéni nálunk. Tisztasági csomag, és ezek voltak azok a listán levő dolgok, amiket meg kellett venni kötelezően. Mivel pár hét és költözünk, ezért teljes szettet kap majd a kisfiam gyerekszobából is, úgyhogy teljes átalakulásban vagyunk, és ez az, amit úgy gondoltam, talán nem is ez az oldal, hanem ez, amit mindenképpen szeretem volna az íróasztalára, hogy ne tegye kapásból tönkre. És szerintem ez egy nagyon praktikus dolog gyerek íróasztal tekintetében, hogy ne karistolja meg, és hosszabb élettávon tudja használni majd az új íróasztalát. Az íróasztalt és a komplet bútorszettet majd a Kimmel gyerek bútortól fogjuk beszerezni, vagyis hát már megrendeltem. Úgyhogy pár hét, és megérkeznek a bútoraink, gyerek bútorok, és remélhetőleg költözni tudunk. Úgyhogy ha érdekel amúgy a költözés, akkor azt is majd nézzétek meg, de jelen pillanatban előbb kezdődik a suli, mint hogy költözünk, úgyhogy bevásároltunk mindent, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik az, ami tetszik, melyik az, ami nem, milyen márka az, amit szerettek, ami bevált,
és mi az, ami egyáltalán nem hasznos. Alapvetően rendszerezési célban itt még, hogyha vissza kellene kanyarodni a táskánál, akkor nagyon meglepődtem, és nem tudom, hogy mi miatt, de egyáltalán nem elválasztós ez a csodatáska belülről, és kíváncsi vagyok, hogy ha belerakja a gyerek a tojtartót, meg mondjuk a kis füzetet, akkor ide be tudja rakni azt a pár darab könyvét, és ennyi. Ide oldalra még be tud rakni egy-két dolgot, de körülbelül ennyi, úgyhogy ha majd megkapjuk a tancuccokat és a tankönyveket, akkor majd szólok, hogy mennyire fértek el ebben a hátizsákban ez a sok cucc, ami természetesen nem mindig az iskolában lesz, hanem folyamatosan hazavisszük. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, és mivel most elsőbe megyünk, és kisfiam van, ezért ezt a videót tudtam nektek összeállítani, de ha van még olyan videó, aminek örülnétek, akkor írjátok meg kommentbe. Sziasztok!